lelkületük szolgáljon előttünk iránytűként, tanítson meg bennünket arra, hogy képesek legyünk másokért áldozatokat hozni. 1764. január 7-én lemészárolt az osztrák katonaság a Madéfalván egybegyűlt határőrsorozás ellen tiltakozó csiki székelyeket, a vérengzés madéfalvi veszedelem néven vonult be a történelembe. A 260. évfordulóról a két civil szervezet méltó megemlékezést tartott a 2020-ban átadott Bonyhádi Székely Emlékparkban. Ezt a megemlékezést minden évben már 1989 óta, amióta Bonyhádi Székely kör megalakult, azóta tartjuk. Az idei évben a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnökségi tagjai, illetve a tagegyesület vezetők kint Erdélyben, Madéfalván róják le tiszteletüket, és ezekben a percekben koszorúznak, és emlékeznek meg a veszedelemben elhunyt áldozatokról. A Bonyhádi Székelykör elnöke, Gál Martin Elvira nem csak méltó beszéddel készült, hanem szívhez szóló dallal okozott melegséget a hideg esős időben az egybegyűlteknek. Majd Pap Domonkos, a Majusi Székely Hagyományőrző Egyesület elnöke is beszédet mondott. Azt kívánta, hogy míg ember él a földön, éljenek székelyek is. Továbbá az ő kezdeményezésére már nem hangzik el a székely himnuszban a porlik szó, így. Maroknyi székely úgy áll, mint a szikla. Főhajtás, megemlékezés nagyon véres, szomorú eseményről, ami pontosan ma 260 éve történt, és hát főhajtás az akkori áldozatok, az akkori eseményeket elszenvedők, és az azt követő nemzedék, székely nemzedékek előtt is, hiszen talán ez elég köztudott, hogy elég keserű, sanyarú sorsa volt mindig a székely embernek. Lőrinc Etel felmenői az Isten Segíts nevű faluból származnak, és a székelység vállalása számára nem csak felemelő, hanem kötelesség is. Immáron több mint 30 éve elnökségi tagja Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének, és a Bukovinai Székely textilkultúrának nem csak művelője, de szakértője és oktatója is. Nekünk itt ma az jutott, hogy egy esős napon, de mégis szép számú jelenlévő előtt egy nagyon-nagyon szép és felemelő ünnepségen vehettünk részt. Az Elvirának, a Bonyhádi Székelykör vezetőjének köszönhetően nagyon szépen megszerkesztett és nagyon-nagyon méltó megemlékezést láthattunk. Az elmenekült székelyek által alapított falvak Isten Segíts, Fogadj Isten, Hadik falva, András falva és József falva, melyek menedékek is voltak a nehéz időkben. Az ünnepség arra is jó emlékeztető, hogy olyan otthont kell teremteni, ahol meg tudják őrizni, védeni önmagukat és őseik értékeit, továbbá arra is, hogy veszteségek közepette is erősíteni kell az összetartozást, támogatni kell egymást.